Hát a citeráló magáról érdemes egy-két szót ejteni. Ez egy nagyon érdekes hangszer abból a szempontból, hogy mindenki ismeri. A múltjáról mégis nagyon keveset tudunk. Szinte a 19. század óta kezd szóba jönni. Bartók Béla volt az első, aki a 1900-as évek elején leírta a hangszernek a képét, a használatát. De ma se tudjuk igazából hova tenni, mert ez egy ilyen házi hangszernek számított mindig is. Tehát olyan természetes volt, hogy mindenkinek van, hogy nem beszéltek róla, ezért nincs dokumentálva igazán. Saját passzióra énekelgettek hozzá, muzsikálgattak rajta. Táncba ritkán használták, tehát ezért nem került előtérbe, gondolom. Pedig hát valahol ez egy nagyon ősi hangszer. Tehát már az antik görögök ezen mérték le az akusztikai szabályokat, ugye a monokrommal, beosztással, a hangok beosztásával, és hát egy ilyen egyszólamú, tulajdonképpen középkori világot megtestesítő hangszer maga ez a citera, ez pengetős hangszer, a dallamjátszó húrjai mellett a többi vendéghúr az egy meghatározott quintet ad, tehát ebből a hangneműből nem lehet kimenni. A régi hangszereken csak egy diatonikus skála volt, tehát nem voltak félhangok. Ez már egy modernebb, amit a kezembe tartok, ezen már itt van mellett egy másik sor, ott a félhangokat is lehet játszani. Egyszerűen játszottak rajta egy fogó pálcával, csúszkáltak rajta, és egy pengetővel luttollal pengették. A mai fiatalok viszont már újjal játszanak rajta, és nagyon virtuóz módon. Még a repülypával, az első repülypával idején Pribojszki Mátyás hozta be ezt a nagyon újszerű technikát, és azóta országszerte elterjedt. Úgyhogy már a mai fiatalok azt hiszik, hogy ez egy néphagyomány, pedig hát ez valahol nem régiben a revivalben keletkezett. De nagyon-nagyon emeli a citera tekintélyét, hogy ilyen virtuóz játékmóddal tudnak rajta játszani. Nem lehet már egyszerűen csak egy ilyen lekezelő kézmozdulattal elintézni, hát a citerát az is egy hangszer. Hát igen, ez is egy hangszer. Valamikor én is ezzel kezdtem a pályafutásomat, nem éppen népzenét játszottam rajta, hanem egy kínai operát kellett volna írnom a 25. színházba, mármint zenét az operához, és akkor, mivel a tekerő nem készült el időbe, egy citerát helyeztem üzembe, kínai gongokkal körberaktam magam, és ezen játszottam el azt a zenét, amivel a Touhou, Igaztal a halála című középkori szöveget előadtuk. Aztán később kaptam rá, Vörös Sándor verseket játszottam, vagy a Sejhaj folyóban, meg ezeket a dalokat, úgyhogy nagyon sokat használtam. Most már utóbbi időben ritkábban veszem elő, ez már legalább 15-20 éve a sarokban volt támasztva, csak a kezdetekért hoztam be ide a stúdióba. Könnyen meg lehet tanulni, tehát nem kell 6-8 évet, mint a zongoránál. Tehát ez persze arra csábít, hogy az ember megmaradjon egy bizonyos primitív szinten. De hát itt, akik elkezdenek vele komolyan foglalkozni, azok tovább mennek, és az összes lehetőséget kihozzák ebből a hangszerből. Minden hangszerben van lehetőség. Csak ki kell hozni belőle. Karácsó Bence azok közé, a fiatalok közé tartozik, akik már virtuóz technikával rendelkeznek, és meghozzák a hangszer becsületét, mert olyan szépen és olyan erővel játszanak rajta, hogy az ember felkapja a fejét. Mert különben, aki nem szépen játszik a citerán, az elég unalmas hallgatni. Úgyhogy a Bence felkivívta az érdeklődést, és nagyon fegyelmezetten, koncentráltan és nagyon virtuózan játszik. Egy szólamú hangszer, tehát ebben nagy csodákat csinálni nem lehet. Itt az egy szólamnak a virtuózitását lehet fokozni. Van egy érdekes történetem az Állami Népi Együttesből, mikor az egyik lelkes citerás csinált egy emeletes citerát, hogy több szintre helyezte a húrokat, és mindegyiket más hangnembe hangolta, mondván, hogy lehessen hangnemet váltani. Megmutatták Kodálynak, hogy mester, mit szól hozzá. Kodály nézte, és aztán annyit mondott csak, hogy vigyázzanak, nehogy feltalálják a zongorát.